Lejfetné Dobi Katalin vagyok, a Hortobágyi Líder munkaszervezet vezetője, kollégám pedig Csige Balázs. A mai akció annak többek között annak köszönhető, hogy a tegnapi nap volt a Nemzetközi Hulladékgyűjtési Nap, amelynek szeretnénk mi is egy kicsit adózni, és önkéntes hulladékgyűjtést szerveztünk ebből az alkalomból. A hulladékgyűjtésnek a területe a Bolyai utcán végigmenve a Sarkadi Imrén ki, a húsüzem mögötti, valamint a temető mögötti önkormányzati területeket érinti javarészt. Kívánok mindenkinek sikeres napot és legalább egy jó kis élményt is ezúttal, és köszönöm egyúttal mindenkinek a részvételt. Az esemény végén majd a Sarkadi Imre sarkán, ahonnan indul majd a rendezvény, ott sorsolás lesz, ahol a jelenlévők közül sorsolunk ki pár ajándékot. Akkor kolléga mögé felsorakozva indulunk majd el a járdán, a bolyain felmenve a Sarkadi Imrénbe. A Hortobágyi Líder akciócsoport Szedjük Együtt mottóval kiváló programot szervezett a fiataloknak. Mit szedtek a srácok együtt? Személygyűjtést szerveztünk a Nemzetközi Hulladékgyűjtés nap alkalmával, ami minden év szeptember 23-án van. Ebből következően kerestünk Balmazújváros határán külterületén olyan helyeket, ahol problémát jelent az elszórt szemét. Bocs, ilyen bőven akad. Akadt bőven, de azért próbáltunk válogatni, mert arra tekintettel is, hogy a jelentkezők javarésze iskolás volt, és azért nem mindegy, hogy a gyerekeket milyen területre visszük ki. Igencsak elhagyatott, és sokak által ismeretlen tájékra vitték a srácokat. Annyira nem ismeretlen terület ez, hiszen a régi húsüzemet mindenki tudja, hogy merre van. Annak a környékén jártunk mi, nem csak gyerekekkel, volt egy pár felnőtt résztvevőnk is. Autógumitól kezdve mindenféle gumiig bármit találhattak az csárcok. Próbáltuk azért olyan szempontban kontrollálni, hogy előtte átnéztük a területet, hogy azért ne legyen mindenféle szemét a közelükben, tehát dögökkel ne találkozhassanak. Így inkább műanyag flakonokat találtunk rengeteget, autógumikat természetesen, de volt, hogy kidobott hűtővel is találkoztunk. Vízőfelszerelés is kaptak a gyerekek. Igen, a gumikesztyűvel, ha más nevek, néha eljátszottak, de egyébként le a kalappal a gyerekek előtt, mert igen komolyan részt vettek a rendezvényen, aktív résztvevői voltak a programnak. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a pár gyerek megváltja a világot, és szétszedje a térségünkben a felnőttek, és nagyon hangsúlyozom, a felnőttek által összedobált szemetet. Nem fogják megoldani ezt a problémát. Viszont nevelési célzata, nevelési eredménye, tudati eredménye az bizony lehetett a srácokban. Mi is így gondoltuk. A rendezvény egyik célja a szemléletformálás volt, ezentúl pedig a közösségszervezés volt a másik célunk, ugyanis az elkövetkezendő programozási időszakban az egyesületünknek animátori funkciókat is el kell látnia, amelynek ez szerves részét képzi. Általános iskolás gyerekek voltak, mindegyik általános iskolából érkeztek, mind a három tagintézményből 9-10 fő körüli csoport érkezett egy-egy kísérő tanárral, általában 7.-8. osztályos diákok voltak, illetve a roma nemzetiségi önkormányzattól érkezett még 4-5 ember. Ez egy teljesen új profil. A Líder akciócsoportnak nem ez az elsődleges feladata. Teljesen új profil, amit ebbe az időszakban nekünk szállna az irányító hatóság. Ahogy az előbb is mondtam, animátori közösségformáló szerepet kell ellátnunk. Ennek ez egyik állomása volt ez, ahol együttműködéseket is végrehajtottunk, illetve megvalósítottunk. Örömmel tapasztaltam, hogy az akciócsoport munkatársai a tanárokkal kiválóan együttműködtek. Többek közt azért is, hiszen ismerettségünk is van az irányba, hiszen volt olyan tanár, aki ugye a kollégát tanította nekem, aki korábban kollégám volt, olyan tanár is volt köztük, úgyhogy így ez nem volt probléma. Mind a két részről úgy gondolom, hogy nyílt hozzáállás volt, és ebből következően úgy vettem észre, és úgy tapasztaltam, hogy egy jó hangulatú délelőttöt sikerült létrehoznunk. A felnőttek által szétdobált hulladékoknak az összegyűjtése jókora kupacokat eredményezett. A szabályok betartása mellett, illetve a hulladékgyűjtő telep nyitvatartását figyelembe véve hétfői nap került el elszállításra a szemét. Több száz kiló mű összegyűlt. Mennyit vittek át végül is hagyóbeszerűménybe? Az egyik része került elszállításra, ez 380 kg volt. Hogyan tovább? Szeretnénk ezt a programot rendszeresíteni, és a többi településünkön is az évek folyamán megrendezni. Más korcsoportokat is be fognak vonni ebbe a tevékenységbe? Szeretnénk, igen,
minél több szélesebb réteget megmozgatni. Most is nyitva állt a lehetőség, a jövőben is ezt fenntartjuk.